Hálás téma a Salgótarján körülvevő természeti környezet a fotósok számára. Él itt egy olyan orvos közöttünk, aki maga is szívesen fotóz. Pár éve pedig úgy döntött, hogy létrehoz egy internetes platformot, ahol a profibbak mellett közzétehetik a képeiket a jó értelemben vett amatőrök is. Ez az, aki kedvelik a Tarján környéki hegyeket elnevezésű Facebook csoport. Beszélgető partnerem a közösség megszervezője, irányítója dr. Márkus László. Vágjunk bele rögtön a közepébe. Ugye a hétköznapi profil az nem ez, nem ez a csoport, mint a csoport profilja. Hogy jött ez a gondolat, ez az indítatás? Milyen gyökérről fakadt? Három gyökere is volt. Az egyik a természet szeretete, a hely, a környék szeretete. A másik a fotózás, ami körülbelül 10 éve belépett az életembe. Egy időben egészen intenzíven, és a harmadik pedig a közösségi média, ahol meg lehetett nyilvánulni. Ez egy teljesen új platform, illetve akkor teljesen új lehetőség volt, és elkezdtem kombinálni, hogy lehetne itt dolgokat megvalósítani. És akkor összejött ez a csoport. Összejött ez a csoport. A csoportom, hát az első tagok között vagyok én is. Láttam, hogy igen, dinamikusan növekszik, tehát valahol hiánypótló volt. Tehát itt a környéken élő természetszerető, fotózó emberek boldog örömmel rohantak, hogy csoporttagok legyenek. Ugye jól tapasztaltam én ezt? Teljesen. Ez egy nagyon érdekes történet, mert az elején egy intim társaság volt, néhány tucat ember. És az én elsődleges szándékom az az volt, hogy ilyen keretek között is maradjon. Nagyon szerettem volna, hogyha jó minőségű, tényleg élményt nyújtó fotók kerülnek föl, inkább kevés, de nagyon jó minőségű, és egy ilyen kis klubszerű, békés csoportosulás alakuljon ki, ahol meg lehet beszélgetni egyrészt a környék dolgait, ami a természetre vonatkozik, másrészt fotós tanácsokat lehet adni egymásnak, és ehhez képest eltelt néhány év, és ahogy mondod is, robbanásszerűen elkezdett a taglétszám nőni, úgyhogy én lepődtem meg, amikor néhány hét elteltével már 1000-en voltunk, és aztán heti szinten több tucat ember lépett be és lép be azóta is, úgyhogy most már bőven 5500 fölött vagyunk. Hogy tudod meghatározni a tagokat, kik azok, akik aktívan fotóznak, nem név szerint természetesen, hanem százalék arányban, és kik azok, akik nézelődnek? Körülbelül 1000-1200 aktív tagunk van. Tehát akik fotóznak, és akik közé tesznek fotókat. Akik viszonylag rendszeresen látogatják a csoportot, és aztán akik rendszeresen fotóznak és posztolnak, azok mondjuk 2-300-an, ami egy szerintem nagyon tekintélyes szám. És a többiek pedig nézelődnek. Többiek nézelődnek, igen. Van még egy fontos pontja ennek a csoport alapításnak, vagyis egy fontos kérdése, Salgótarján. Akik szeretik a Salgótarján környék, vagy akik kedvelik a Salgótarján környéki hegyeket, bizonyára van oka annak, hogy így meghatároztad, behatároztad, mert ugye azt tudom, hogy sokat utazol, akármilyen fotókat is hozhattál volna ebbe. Hol érezted benne a potenciált? Tehát bátor lépés volt ez, vagy nagyon tudatosan indultál neki, és biztos voltál a sikerben? Nem voltam tudatos. Nem. Voltak megérzéseim. Önmagában a táj, a környék, az fantasztikus értékeket hordoz, csodálatos esztétikája van. Mind a természetnek, mind a városnak. Érdekes módon a város egyfajta visszaszorulása, zsugorodása, és hordoz magával olyan látnivalókat, olyan esztétikumokat, amiket érdemes megmutatni. Sőt, bizonyos dokumentarista célok is, illetve szempontok is megjelentek, hiszen tűnnek el dolgok egyik napról a másikra. De a potenciált mindvégig éreztem ebben az egészben. A környékben, a hegyekben, a természetben, a várakban. És nagyon nagy a kontraszt, amikor az ember huzamosabb idő után hazajön,
Hát egyrészt érzelmileg erősen kötődöm a helyhez, másrészt látni azt, például ezt a májusi természetet, ami valósággal harsog és robban. Hát ez egy csodálatos lelki élmény is egyben. És úgy néz ki, hogy erre ráéreztek sokan mások is. Hajlamosak vagyunk egyébként azt kevésbé sokra értékelni, amiben benne élünk, amit nap mint nap látunk. Ugye én magam is megtapasztaltam nem egyszer, hogy mondjuk egy hosszabb külföldi útról, főleg ha nagyon gyorsan jön haza az ember, és több országon keresztül, akkor úgy rácsodálkozik. Van egy pár ihletett perc, amikor egész más szemmel látja már az idevezető útmenti fákat is. Jártam úgy, hogy egyszer itt Nógrád megye belsejében, Valsány környékén megláttam mondjuk Provence-t. Igen, pontosan így van. Neked is vannak hasonló Igen, flash-ek, hogy igen, úgy igen. mondjam. Pontosan így van. Föl tudnál idézni valami olyan erősebbet, markánsabb ilyen élményt, amikor valamit láttál valahol, és annak az ellentétjét, vagy arra rímelő dolgot, amire azt mondtad, hogy de jó, hogy kinyílt rá a szemem. Hát egy közvetlen analógia például a Szentkúti dombok felől nézve, a Tiribesi bányatelep felé, a 21-es mellett egy jegenye nyársor van, és ha az ember ilyen párás őszi hajnalokon oda fölmegy, és a Szentkúti elágazóból lenéz, akkor körülbelül a Toszkán táját látja maga előtt. Nagyon, nagyon örülök, hogy ezt is említetted, erős a de párhuzam. így is jártam már, hogy Toszkánát Igen, láttam igen. itt-ott. Amikor mi az az erő ebben a tájban, ami a leginkább szemet szúr? Megmondom, mire gondolok, mert ez egy nagyon általános kérdés. Egy amerikai ismerősünket vittük el a várakhoz. És én, ő Miami-ból jött. Hát ugye nagyjából mindenki tudja, hogy az körülbelül milyen vidék. És ezt a gyermeki örömöt, ahogyan ő ezt megcsodálta, ezen meg én csodálkoztam el. Erre gondolok, tehát nekem például az, hogy itt három várat látunk, Így van. mondjuk Rómiaiban, Igen. de még ebben is van valami romantika. Nagyon is. Még hasonló dolgokat szeretnék tőled hallani, mert Nagyon biztos, hogy is. töltődött vagy ebben a dologban. Nagyon is. Rendkívül erős, emblematikus látványelemek vannak a környéken. Én már nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy például a Somoskői Vár ezzel a romantikus, omladozó sziluettjével, meg ezzel az ősi toronnyal, ezen a vulkáni kúpon, tulajdonképpen egy embléma. És hogy mennyire reagál rá a nézősereg és a csoport tagsága, mi sem bizonyítja jobban, mint hogyha a Somoskői Váró kerüljön fel bármilyen fotó, bármilyen szögből, bármilyen fényviszonyok között, az egy clickbait, tehát 100-200 tetszésnyilvánítás minimum garantált. Tehát az embereknek kellenek olyan vizuális kapaszkodó, amik ezt az érzést felidézik, amit említesz, és jó érzésekkel töltik el egyébként, és hogy ez az enyém, ez a hazám, ide kapcsolódom. De említhetném például a Karancsot, ami döbbenetes távolságból is jó kivehető, akár Nyugat-Nógrádból is, vagy a Gácsi kastélytól, vagy a Mátrából, és mikor az ember a távolból látja, akkor azt mondja, na hát ez az enyém, én ott lakom, és ez egy csuda jó érzés. Nem tudom, mit hozhatunk be abból a beszélgetésből, amit egyszer így lefolytattunk, hirtelen szaladtunk bele. Nagyon magvas gondolatokat hallottam tőled arról, hogy mit kezdjünk mi ezzel. Mert hogy van számos elképzelés, érték az érintetlensége, építsünk rá produkciókat. Tehát, hogy körülbelül így kavarogtunk, többen is voltunk, ugye, és nagyon-nagyon okos gondolatok elhangzottak ebbe. Most ugye azért az időnk egy kicsit szűkös, és a csoport a fő téma, de mit hozhatnánk ebbe most vissza? Fel tudnál idézni néhány olyan gondolatot, ami mellett mondjuk erősen kiállsz? Igen. Ez a két fő csapás irány. Az egyik, hogy lehetne ebből egy brandet csinálni akár, hogyha üzleti szempontból és tényleg mondjuk itt a környék bizonyos értelemben vett felvirágoztatása szempontjából nézzük a dolgot. Ez egy turista mágnes is lehetne akár. Volt egy olyan beszélgetésünk, amikor felmerült az, hogy például a Salgói várat eredeti formájában újraépítve, hát ez egy világszám lenne. Ami persze egy tudományos, meg esztétikai, meg régészeti
meg jogi kérdés, hogy ezt kell-e, meg lehet-e, de ha már említetted, hogy a világban többfelé jártam, én láttam erre számos példát, és hát az elképesztő vonzerővel bír például a Közép-Rajna völgye, ahol ezeket a középkori váromokat körülbelül 120-140 éve sorban szépen újraépítették, és itt a szőlőhegyek között olyan romantikus kirándulásokat lehet tenni, hogy a világ minden részéről özöllik oda a nép. Más oldalról viszont az egy nagy kérdés, hogy ennek a kis, mi kis vidékünknek jót tenne, hogyha mondjuk ide tömegturizmus szerveződne, és tényleg óriási tömegek szabadulnának rá, mert egyre inkább azt látom én, meg ezt tapasztalom, bár nyilván ebben van azért szubjektivitás, hogy egyre nagyobb a vonzereje az intimitásnak, az erdőnek, a természetnek, az érintetlen patakoknak, mezőknek, növényeknek, fáknak. Ez kettő nagyon nehezen hozható közös nevezőre. Tehát egyrészt, hogy itt tömegek jelenjenek meg, másrészt, hogy a tájnak a legfőbb vonzereje beállja veszne el. Most megint esetben. Ott tartunk, igen. Hogy dilemma, teljesen igen. Ambivalens igen. Érzések. Igen. Tehát ezt aktualizálni kell folyamatosan, ezt a beszélgetést erről. Mert biztos akad valahol nekünk is egy út, amit úgy el tudunk találni igen. Ebben a dologban. Csoportra visszatérve, engem meglepett az, hogy egyre több a külföldi tag. Kik ők? Honnan jönnek? Igen. Vannak köztük külföldiek is, most már nem is kevesen. Múltkor nézegettem majdnem 200-an, és aztán rengeteg olyan környékből elszármazott volt, tarjáni környékbeli, aki a világ négy sarka felé szétszélett, de azért a látvány és a régi érzések, a nosztalgia behozta a csoportba, de hát Európában nagyon nagy számban Németországból, Ausztriából, Svájcból, Angliából, de Dél-Amerikából is, Venezuelából is van, Malajziából is tag. És hogyan regisztrálnak? Itt jártak, fotóztak, beraktak egy képet, vagy elvitték a kedvenc emlékeiket, és aztán visszaüzenték nekünk, vagy csak nézelődnek? Mi jellemző rájuk? Gyanítom, hogy azért a távolabb lakók, ők elsősorban a Facebook látvány alapján kaptak kedvet ahhoz, hogy belépjenek. Ez egy nyilvános csoport, tehát mindenki látja, nem csak az, aki tag. És valóban néha olyan vizuális élményt nyújt egy-egy fotó, ami megakad az ember szemben, még hogyha Uruguayból nézi, akkor is, vagy hogyha Ausztráliából. Most nagyon érdekes a Facebook, ezt ugye ezen a helyen nem kell elmondanom. Van nagyon sok fake jelentkező és fake profil, de hát van egy diszkrét, de jól működő előszűrő rendszer, tehát aki ide bekerül, az mind valós személy, és mind valós érdeklődést mutat ez iránt, a dolog iránt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy viszi a hírét a dolognak. És itt élő külföldiek, említettél talán ilyet, és nem biztos, hogy jó az információm, hogy itt élő külföldiek is szívesen fotóznak ezen a tájon. Igen, nagyon is. Ezért is van egy angol címe a csoportnak, és egy rövid angol kis összefoglalója, mert nem azt mondom, hogy tömegével, de most már vannak helyben élő, ide költözött hollandok, németek, angolok, akik nagyon szépen posztolgatnak, és ez egy külön élmény az ő szemükön keresztül viszont látni a saját hazánkat. Volt ennek hozadéka is, úgy emlékszem, volt egy kiállítása a csoportnak, és ott például több külföldivel találkoztam. Igen, hát itt a közös pont az én személyem. Igen. Nem akartam magam előtérre tolni, az egy másik csoport. Az egy másik csoport volt, amelyik kiállítása volt? Igen, hát azért elmondom, az a Make It Visible, tehát Ted Láthatóvá csoport. Az egy tényleg, az egy nagyon jó kis projekt volt, és hallottam már egyébként ilyen gondolatokat is, meg ösztökélést, hogy csináljunk ebből a csoportból is valami hasonlót, hát talán majd egyszer, remélhetőleg. De kétség kívül van átfedés a csoportok között, és bizony, amikor az a kiállítás megvalósult, ez négy éve, akkor volt külföldi csoporttag,
akit el is vittünk itt a környéken mindjárt egy rövidebb túrára, hiszen 3 napot töltött itt összesen, és gyönyörű sorozatot csinált, úgyhogy azóta is azokat rakogatja föl. Úgyhogy van kapcsolat és van átfedés. Szeretnék kérdezni rólad is egy kicsit, ha megengeded, amit megoszthatunk a nézőkkel, mennyire vagy tarjáni, mennyire vagy lokálpatrióta. Igen. Az egyébként kiderült, tehát az utóbbi, ezt már csak így hozzátettem, ez kiderült, hogy nagyon erősen lokálpatrióta vagy, de egy adatszerűen, tényszerűen, igen. Mert a lelki részét megismertük. Igen, én tőzsdökeres tarjáni vagyok, tehát származásilag is a családom tarjáni, olyannyira, hogy apai ágon zagyvapálfalvai, sőt, most nemrég végeztem egy családfokutatást, kiderült, hogy a dédnagyapám, Márkus István, vagy az anyakönyv szerint Márkusz, 1847. augusztus 20-án Somosújfaluban született, ami ugye Somoskőújfalu jelenlegi nevén. Úgyhogy hát tulajdonképpen Somoson kevés tőzsgyökeresebb ember van, mint én. De... Ja, mert hogy most ott élnek. Most ott, igen. És mennyire vagy most tarjáni, mert a munkád elszólít. Igen. Hát fizikailag kétségkívül kevesebbet vagyok itthon, de gondolatilag, érzelmileg, családilag folyamatosan jelen vagyok, tehát hetente, két hetente itthon vagyok, és amint tehetem, megyek ki a hegyekbe. És ahogy mondtad, itt szoktál nyaralni. Igen, itt szoktam nyaralni, igen. Tehát igen. Ezt nem akarod semmiképp sem felszámolni. Nem. Rád mindig számíthatnak itt. Igen. Te Salgó-Tarjáni maradsz. Igen, ez biztos. Legfeljebb néha egy kicsit kirándulsz erre arra, egy kicsit itt élsz, kicsit ott élsz, mindig Salgó-Tarjáni maradsz. Visszatérünk még a csoportra. Néhány tényt, néhány fontos adatot foglaljunk össze a beszélgetésünk végére, és ami a nagyon fontos, a szabályokról is egy pár mondatot fogalmaz meg. Igen. Egy nagyon fontos mutatószám, hogy, ahogy említettem is, 5600-an, több mint 5600-an vagyunk. Napi szinten 8-10 lépnek be. Ebből aktívan, akik képeket tesznek fel, kommentelnek, illetve tetszést nyilvánítanak, körülbelül 1000-1500-an vannak. Akik kimondottan képeket tesznek fel nagy számban, 200-300-an. Tehát ez egy, ezt így összefoglaltuk, a csoport szabályokra vagyok kíváncsi. Tehát ha most én kim vagyok, és szeretnék tag lenni, akkor mit tehetek a csoportban? Hát a csoport szabályok kemények. Mégpedig azért kemények, mert ez a béke szigete, ez a csoport. Ami a Facebookra nem mindig jellemző. Tehát igazán pozitív megnyilvánulásokat várunk. Olyan fajta negatív kritikák, olyan fajta uszítás, olyan fajta feszültségkeltés, ami sajnos manapság a valóságban is és a virtuális térben is elég elharapódzott, az nem megengedett. Vannak különböző fokozatok, amikor ezt valakinek a tudomására lehet hozni, hogy a csoport normáit nem mindenben követi. Ezzel szoktunk is rendszeresen élni. Illetve a belépésnél nyilatkozatot kell tenni, hogy az illető nem végez a reklámtevékenységet, nem politizál, nem rasszista, kerüli a gyűlöletbeszédet. Lájkok helyett a kiskutyákat és kiscicákat, igen, szívecskéket. Igen, ez a gyengém, tehát ez nem megy. Az emoji matricák nem mennek. Ez azért fontos, mert egyszerűen megöli a vizuális élményt. Tehát nagyon sokan mobileszközökről scrollolnak föl le a képeket, bélyeg nagyságban nézik meg, már önmagában probléma, de hát ez a valóság, tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ha még közben szívecskéket küldő nyuszikat kell nézegetnünk, akkor teljesen elsikkad a lényeg, úgyhogy ez nem lehet. Most a nézelődőkről beszéltünk, de ha én most belépek, akkor, akkor azonnal tehetek közé fotókat, igen. Ugye? Tehát ha én itt fényképezek a környéken, igen. Meddig tart ez a határ? Ez fizikailag nagyon jó meghatározott. Förster Kálmán kalapja a középpontja, és innen légvonalban 30 kilométeren belül, ami esik. Ez azért elég messze van, mert például az Ipoly völgye beleesik, a Cserhátnak a közeli völgyei, dombjai, a Mátrának az északnyugati nyúlványai, tehát ez beleesik, illetve a szlovák részről, akár még Fülek, vagy a Tajti rész.
Tényleg a szlovákiai oldalon Igen. élők is nagyon aktívak. Igen, Ez igen. kétségtelen. Csodálatos fotósok Igen, vannak. fantasztikus. Csodálatos. És ott is fantasztikus a táj. Igen, Hát hogyne. természetesen szervesen hozzátartozik Igen, ez igen. Novográd-Nógrád Igen. Geopark ezen Így van, részéhez, így van. ami geológiailag nem Így nagyon van. lehet felosztani. Így van. Dr. Márkus László, köszönöm szépen a Én beszélgetést. köszönöm a Én ennek a lehetőséget. csoportnak hosszú életet kívánok, legyen mindenkinek örömére. Te pedig bírd energiával, mert azt Köszönöm látom, szépen. hogy bírod. Legyen így. Köszönöm. Köszönöm még egyszer. Nézzüknek pedig köszönöm szépen a figyelmet.